Sziasztok! Dobry večer, népecsi, mój bizony dáú. Nagy baú. Elmondok egy ilyen maradett történetet a sörös pohár fejű nagybártól. Úgy bizony dáú. Nagy ba. De most vacsorázok egyébként. Kis szalonna. De kis szalonna, ezt is ebédül, te meg ezt is vacsorázzél? Szalonna, nagybaba egy ilyen asszony itt van, 3 hete bazd meg, vá! 3 hete van meg izé, lógódni, ami a papír és szalonna. Most kenyeret nem vette, nem fog kenyeret venni bazd meg. Jó a papír is hozzája. 3 hete van meg, elvégeztem neki egy munkát. 2 napon bazd meg oda jártam bazd meg. Megadott tököt is el. De az is tököt. Oda jártam 2 napig hozzája dolgozni. 2 délután is kertjében gazultam meg, úgy tudom. Jó van majd az, hogy a 2 vizet felkaszondja. Vagy lehet, hogy magát nem is tudom, nem is figyeltem. Azt mondja, hogy jó van, kifizetem, vagy mit tudom én, azt mondja, hogy megjön a nyugdíj, már most le vagyok, ja, jó. 3 hétig vártam. Most átmentem nagyba, mert van ilyen kimért bor, itt nem messze adnak ilyen kimért borokat, bazd meg. Figyelj, 120 forint a liter. Az nem, azért, ezért, hogy ilyen kannár, olyan kimérden a pennyi. Gyűn szembe. Látom, hogy már majdnem átment a másik oldalra. Köszönök neki, mondom. Hogy bizony, Dávid? Na, jó napot kívánok, mondom. Nagy bau. Azt mondja, jó van, azt mondja. Már szóba jut, hogy hát azért nem akart, még én érzem magam, az meg kellemetlen helyzetbe, miközben ő nem fizet. Jó, azt mondja, adok azt mondja, egy ezrest, azt mondja meg izét. Van egy kis szalonnám, meg ez az. Gondoltam magamban, jóban mondom, anyának a rohadt picsájába, az meg nem ebbe állapodtunk meg, te rohadt mocskos tetűfészek, vénasszony, az meg. Na, abba állapodtunk meg, akkor rendesen kifizet, az meg. 600 forintos csórabért, és én 3 órát eldolgoztam ott, tehát meg még 3 órát, 6-ot, hogy harapjam el a gigádat, bazd meg. 1000-essel kiszorod a szememet, ekkorka szalonnával, meg egy tökke, amit a fejeden között volna szétcsapni, bazd meg. Hülye vénasszony, gezi, ezt fogok kapni a lottyat, faszom, bazd meg, nem megyek többet hozzá dolgozni, bazd meg. Rohadt fukar, zsugori, irigy, disznó, bazd meg. Másik nagyon fontos dolog. Jó kis morka, ne? Valaki a interneten a csőbronitón valaki trollkodik. Vagy úgy csinál, mintha az én nevembe írna, bazd meg. Tehát, mintha az én nevembe írna. Vagy a Csákos nevibe, tehát a Csákos nevibe írogat egy troll. Bartos, hivatalos, a profil képen még máma, majd szólok itt annak a fickónak, nem mondta, hogy akkor még, nem tudom, most hány óra van, faszott tudja le, hogy még... átmegyek hozzá, vagy 2-3 pohár bor, meg beveszek egy szenex. Kezdek ideges, én nem ittam már, ma öröget, bazd meg. Profilképen ki lesz, hát gyűjjetek már rá, bazd meg. Semmi, nem a Csákos válaszul, hanem egy troll. Egy kibaszott, rohadt, mocskos, utolsó, geciláda troll. Rámentem nagyba, itt amikor a interneten főlet pakúba ízé, vagy ha nem én mentem rá, hanem ez a...
ösmerős, vagy hát szomszéd, egy feliratkozó van, bazd meg, egy. A Bartos hivatalosan azon a képen, amit te főtettétek tetüláda, bazd meg, ott 33.500 valamennyi van, bazd meg. Tehát ne dűljünk be ezeknek a doknak, és baszottul ráér, bazd meg, válaszúgatott, tízé, válaszúgat embereknek, stb. Az én, meg a Csákos nevébe, bazd meg. Úgyhogy koccanjál le, kisfiam, vagy kisfiányom a ízén. Bazd meg. Ez egy kis sör volt. Szóval ízé. Troll garázdálkodik nagyba a Bartos csoldalakon. Mennyit akartam? Folytatom tovább a vacsoremmel.